Azért álltam ki ezt a sorozatot, mert szerintem azok az emberek, akiken a mi generációnk felnőttük, szerintem olyanok voltak, mint ma az influencerek, hiszen akkor tényleg még nem volt más információforrás, csak a televízió, és amit ott láttunk, vagy amit ott hallottunk, az volt nekünk a világ. Ők azt gondolom, hogy sokszor megelőzték a korukat, hiszen egy csomószor olyan dolgot csináltak, nem feltétlenül tudatosan, amit ma már úgy hívunk, hogy brandépítés, styling, casting, tehát egy csomó olyan dolog volt, ami akkor nem tudatos volt, vagy termék elhelyezés. És ezek mind-mind úgy kerültek akkor a képernyőre, és úgy adtak át nekünk impulzusokat, akár Magyarországon, akár a világból, hogy ők nem biztos, hogy ezt szerették volna, de végül is a történelmi helyzetben úgy adódott, hogy ez volt számunkra a világ. Van olyan riportalanyom, aki nekem mondjuk az első számú mesterem, van olyan riportalanyom, aki egyszer valamiért csinált velem interjút, nem tudom, 25 évvel ezelőtt, van olyan riportalany, akit most ismertem meg, tehát egészen különböző riportalanyokat hívtam, de mindegyiktől akár itt ezekben a beszélgetésekben is már tanultam, mert olyan érdekes, hogy elmondják, hogy ők annak idén hogy gondolkodtak, hogy hogyan próbáltak hatni, hogy mi volt az ő céljuk. Volt olyan riportalany, aki azt mondta, hogy ő nem akart tanítani, hanem csak átadni információkat. Volt olyan, aki teljesen tudatosan azt mondta, hogy ő egy zseni, nem is szégyelte, hogy ezt mondta, mert ő azt gondolta, hogy ő direkt tudatosan már megelőzve a korát tudott átadni érdekes dolgokat. Szóval mindenképpen olyan embereket találkoztam, akik azt gondolom mindannyian médiatörténelmet írtak, és szerintem érdekes most így 2020-ban, vagy akár meg 2021-ben meghallgatni azt, hogy hogy csináltak televíziót a 60-as, 70-es, 80-as években. Azt találtunk, hogy legyen ez egy három generációs sorozat, tehát hogy ülnek velem szemben a nálam is egyel idősebbek, vagy akár kettővel idősebbek, én mondjuk már a középgenerációt képviselem sajnos, de bizony vannak fiatalok, és bízom benne, lesznek fiatalabb nézők, és ezért kerestem egy mai korszerű, modern, fiatalos youtubert, Trunk Tomit, aki Double T néven ismert a YouTube világban, és megkértem, hogy egy kicsit a mai fiatalok nyelvén adjon háttérinformációkat, és készültek olyan grafikák és olyan magyarázatok, amelyek esetleg segíthetik a mai fiatalokat is, hogy jobban és könnyebben befogadják, hogy megértsék azt, amiről itt szó van.